tervei szerint alakult a hétvégi mérkőzés a Nyíregyháza Blue Sharks számára. A kosarasok dolgát ugyanakkor sérülések, hiányzók nehezítették. Hát úgy utaztunk el Békés Csabára, a Békés ellen, hogy a Tóth Geri, illetve a Bazsó Bruno nem tudott játszani és nem jött velünk. Ezért kicsit át kellett alakítanunk a támadójátékunkat, de úgy gondolom, hogy a fiúk jól megoldották, és úgy gondolom, hogy magam biztosan nyertünk. 75-92-es nyíregyházi sikerrel végződött a találkozó az NB1B piros csoportjában. Végigvezettek a mieink, a győzelem egy percig sem forgott veszélyben. Csupán az utolsó negyedben olvadt a különbség a két együttes között. A legtöbb nyíregyházi pontot Czura Attila dobta. Igazából számítottunk arra, hogy győzni fogunk, hisz úgy mentünk, ugyebár ez is egy kötelező mérkőzés volt számunkra. Igazából olyan meccs volt, amilyenre számítottam, az elején sikerült elhúznunk a félidőbe. Sajnos utána a harmadik, negyedik negyedben kicsit visszajöttek, de itt is már a negyedik negyedben tudtak játszani nálunk a fiatalok. Pozitívum, hogy nagyon sok fiatal játékos sokat tudott hozzátenni a mérkőzéshez, ugyebár Sitku Marci is jól játszott, Fazekas Csaba is. Ez már sorozatban a 8. győzelme volt a csapatnak, amelyet a szakmai igazgató úgy értékelt, hogy végre azt a játékot játszották a fiúk idegenben, amit eddig is kellett volna. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy ott legyünk a legjobb négy között a bajnokság végén. Ehhez kell az, hogy a rájátszás hazai pályán tudjuk elkezdeni. Úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen könnyebbséget jelentene. És most ott vagyunk a táblázat negyedik helyén. Ezt szeretnénk megőrizni, és amit lehet, mindenféleképpen javítani még majd a rájátszásban ezen a pozíción. Ehhez nekünk kell az, hogy ezek a mérkőzések, mint amilyen a vasárnapi lesz a MAFC ellen, sikeresek legyenek. Szeretném kérni, hogy minél többen jöjjenek ki a meccsekre. Azt hiszem, hogy ezek olyan találkozók lesznek az elkövetkezendő három találkozóról összességében szeretnék beszélni, vagy erről beszélek. A MAFC, a Veszprém és a BKG elleni ütközet, ez mind olyan találkozó lesz, ami remélhetőleg színvonalas, és nagyon jó lenne, hogyha természetesen hazai győzelemmel fejeződnének be. A 22. fordulóban a tabellát vezető Veszprém 89-84-re maradt alul a harmadik helyen álló Oroszlány otthonában, míg a második MAFC 92-87-re diadalmaskodott a Vasas ellen. A nyíregyházi csapat tehát legközelebb most vasárnap lép pályára. A MAFC-ot fogadja a délután 16:30-kor kezdődő mérkőzésen.